Az elméleti oktatást követően kezdődött meg a katasztrófavédelmi felkészítés gyakorlati része Hollóházán. A településen olyan helyzeteket imitáltak a gyakorlat keletében, mely ténylegesen előfordult, vagy természeti katasztrófa miatt bármikor bekövetkezhet. Így beavatkozást végeztek a gyakorlat résztvevői, földcsuszamlás következtében veszélyeztetett épületnél, volt nyulgát építés és patakmedertisztítás, kimenekítés megsérült épületből és krízisintervenciós ellátás, valamint villámcsapás miatt bekövetkezett tűzeset imitálása. A 2010-es év az megmutatta, hogy sajnos katasztrófákban bővelkedő esztendő, akár a árvizek, akár a talajcsúszási események, löszfalomlások, mindezek arra mutatnak, Borsod megyei földrengések, hogy elővigyázatosnak kell lennünk, és felkészültnek ezekre az eseményekre, és ezért terveztünk be a polgárvédelemmel, a katasztrófavédelemmel, rendőrséggel, tűzoltókkal együttműködve egy közös gyakorlatot, hogy az ilyen eseményekre felkészítsük azt az állományt, aki részt tud venni a védekező munkálatokban. A Sátoraljaújhelyi Polgárvédelmi Iroda, valamint az Emplin térségi Katasztrófa és Polgárvédelmi Szövetség évente 3-4 alkalommal szervez a térség településein katasztrófavédelmi felkészítést és gyakorlatot. Ezen folyamat keretében zajlott a program a hegyközi településen. Az embereknek tudni kell, ismerni kell, hogy mi van a területükön, mivel találkozhatnak, milyen veszélyek vannak. Ezeket a veszélyeket meg kell ismerni, és fel kell készülni, hogy hogyan tudjuk ezeket elhárítani, hogyan tudunk védekezni, hogyan tudunk embertársainknak segíteni. Tehát ezt nem lehet csak úgy, hogyha ismertetjük, elméleti foglalkozásokon és gyakorlati foglalkozásokon begyakoroltatjuk azon mozdulatokat, mozdulatsorokat, hogy tudjanak hatékonyan védekezni. A tűzeset imitálásánál Sátoraljaújhely önkormányzat hivatásos tűzoltósága a Hollóházi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen végezte a gyakorlatot. Ilyenkor tudunk találkozni azokkal az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a tűzoltó kollégáival, akikkel az újhelyi árvíznél elég sokat töltöttünk együtt, de ilyenkor tudjuk igazából azokat az apró kommunikációs gyakorlatokat végrehajtani, együttműködést gyakorolni, imitálni azokat a lehetőségeket, amikor bármikor adódhatnak, akár egy komolyabb lakóház tűzesetnél, akár csak egy egyszerűen imitált kukatűzesetnél is. A gyakorlatok elvégzését követően a feladatok megoldásának értékelésére is sor került. Kohánka István polgárvédelmi ezredes elmondta, hogy néhány területen van még javítani való, így a kommunikációban, azonban a gyakorlat elérte a célját, és felkészültek a hollóháziak az ilyen jellegű katasztrófa helyzetek kezelésére.